Szerdán felkészülési mérkőzésen a BLS-e a Nagybaracskai Híd SC-t fogadta Vasváriban. A találkozót Fluor Tomi, bajai alteregója mellett családi környezetben Trúd Zsolt is megtekintette, aki nemrég a Híd SC-ből Ausztriába igazolt. Felső Ausztriába igazoltam, egy most esett ki 5. osztályba, 6. osztályba egy csapat. Nagyon jó előjelek vannak, vissza akarnak jutni egy-két éven belül, fiatalokkal van teletűzelve. Én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült beilleszkednem, folynak az edzőmérkőzések, meglátjuk, hogy mi lesz elég. Miért pont odaigazolsz? Egy gyerekkori barátom van ott, aki már jó párszor hívott, és most úgy döntöttünk a családdal, hogy nem mondunk nemet. Csak focizni fogsz, vagy mellette dolgozni is? Hát egyelőre úgy van, hogy csak foci van. Most sikerült meg letennem egy-két olyan papírt, amivel előrébb tudok lépni kint munkahely ügyileg. Meg ígéretet kaptam arra, hogy lesz munkahelyem. Lakás az már adott, igazából utána már egyenesben vagyunk. Úgy tetszett eddig a mérkőzés? Tetszik, ahogy játszunk. Mi is, meg a baja is igazából. Remélem, hogy egy jó kis mérkőzés lesz elődje. Mit szólsz ahhoz, hogy apa kimegy Ausztriába focizni? Hát, nem tudom, mit mondjak-e. A mérkőzés első fél idejében a BLS-e játszott mezőnyfölényben, és a bajaknak sikerült is a vezetést megszerezni. A második játékrész már kiegyenlítettebb játékot hozott, és itt is egy gólt láthattunk, amit Sibalin Dani közelről fejelt, így a vége egy-egyes döntetlen lett. Azt gondolom, hogy nem vallottunk szégyent, most vagyunk a terhelésnek annak a szakaszában, hogy mint látszott is egy pár emberünk ólomlábakon mozog, hát siker, természetesen sikernek könyvelem el. Hogy értékeljek? Voltak benne nagyon jó dolgok, voltak benne rossz dolgok, azért vannak az edzőmérkőzések, hogy tanuljunk belőle. Ez egy fiatal csapat, most lesz kialakítva a játékstílus, most lesz kialakítva a játékkeret, mi nem erre a mérkőzésre készültünk. Voltak benne jó dolgok, megnyerhettük volna ezt a mérkőzést, igaz a végén egy kicsit elfáradtunk, ezeket a dolgokat, ha kijavítjuk, akkor lesz szép őszünk és lesz szép tavaszunk. Be tudsz már számolni igazolásokról? Hát igazolásokról majd az elnök beszámol, mert lesz egy sajtótájékoztató. Ma még tudunk igazolni, évfélig után lezárul a kör, utána csak igazolt szerződéssel lévő játékosokat tudunk szerződtetni. Na azt mondom, a sérültjeink egy Szilasi Milán, egy Nagy Előd, egy Turcsik, egy Pigai Bence fölépülnek, akkor már nekünk is könnyebb dolgunk lesz. Most ugye minden nap két edzést végzünk, most vannak a fiúk olyan terhelési állapotban, hogy a második fél időben látszott, és elfáradtunk, nem mozogtunk olyan frissen, de én azt mondom, látok biztató jeleket a jövőre nézve. Csináljuk tovább. Ilyen mérkőzések kellenek, mert jobb, mint egy edzés, de viszont a végén az nem tetszett, hogy szétszakadt a mezőny, átjáróház volt a középpálya, és nem voltunk olyan fegyelmezettek. A Füleki távozásával, mintha egy űr lenne a csapatban, Sibalin elég egyedül van, ki fog itt gólt rúgni, terveztek-e még igazolást? Nem. Itt van a négy fiatal még a padon, akiket majd szépen ugye nevelni kell erre, hogy megyei alsó osztályba megfelelő szinten tudjanak játszani. A Lógó Zsolti igazolásával be is fejeztük az átigazolásokat, de azért van nekünk egy farpaskolunk, van egy Kok Tamásunk, tehát új olyan játékrendszert fogunk kialakítani, legalábbis próbálunk, hogy ne egyedül legyen a Sibalin. Az érkezők között tehát egyelőre csak Lógó Zsolt szerepel, a távozók listája azonban jóval bővebb a megyei első osztályra készülő baracskai csapatnál. Füleki Kiskőrösre, Fekete Nándi Hetényegyházára, Mitasz Tamás Balassagyarmatra, Kálmán Zoli Baja Szent Istvánra távozott, Trud Zsolti Ausztriába folytatja pályafutását. Itt azért alapjátékosok is, ugye a Füleki, Trud Zsolti és a Mitasz Tamás azért három alapjátékosunk ment el. Kivel kezditek a szezon, megvan-e már, illetve milyen felkészülési meccsétek lesznek addig? Igen, a felkészülési mérkőzésünk Szegedre megyünk a Tiszavonához. Sajnos az ellenfelünk az augusztus 10-eit lemondta, de megpróbálunk egy ellenfelet szerezni. Az első bajnoki mérkőzésünket pedig Bácsalmással játsszuk Nagybaracskán. Hétvégén játszunk egy edzőmérkőzés, remélem a sérültek fölépülnek, több válogatási lehetőségünk lesz, ugyanúgy megyünk tovább. Hétvégén ugye MB3-as csoport ellenfelünkkel, Bölcskével játszunk, minden mérkőzésből lehet tanulni, nem most kell nekünk topformába lenni, hanem az MB3-as első bajnoki rajtra,
dolgozunk tovább, csináljuk a dolgokat, van nagyon sok hibánk, át kell itt még a fiataloknak érezni azt, hogy itt az NB3-as felnőtt bajnokság, nem U19-es bajnokság, gyorsabban kell gondolkodni, fizikálisan a párharcokat jobban meg kell nyerni, amíg az első fél időben futtattuk a labdát, nem birkóztunk, előnybe voltunk, utána már fiúk, nem azt mondom fizikálisan, hanem agyba egy kicsit elfáradtak, birkóztak, és sajnos a párharcok nagy részét ezért a híres cím megnyerte.